Az önkormányzati adók megfizetése két részletben lehetséges késedelmi pótlékmentesen, amelyek közül az egyik időpont szeptember 15-e. Ehhez kapcsolódóan folynak jelenleg is előkészületek Kalocsa város önkormányzatának adócsoportjánál, hiszen megkezdődtek az értesítők elkészítése, valamint azok csekkekkel való ellátása. Ezeket augusztus 23-át követően kaphatják majd készhez az adózók, mondta tévénknek dr. Látó Anita az adócsoport vezetője. A magánszemélyek fognak kapni csekket is a küldeményhez, a petéti társaságok, illetve a kft kerték ők nem fognak kapni, ők bankszámlanyításra kötelezettek, tehát így módon kell megfizetniük a kötelezettségüket. Dr. Látó Anita továbbá felhívta rá a figyelmet, hogy akár csak korábban, úgy ezúttal is közmunkások juttatják majd el a postaládákba küldeményeket, vagyis nem postai úton kapják meg az adózók. Aki valamilyen oknál fogva esetleg címváltozás okán mégsem kapná meg a küldeményt, nyugodtan forduljon hozzánk, fogunk neki adni csekket, illetve, értesít, illetve tájékoztatni fogjuk a fizetési kötelezettségéről. Az értesítővel kapcsolatban érdemes tudni, hogy az adónemenként tartalmazza a kötelezettséget, a folyóévi előírást vagy éppen az előző évről áthúzódó hátralék összegét, de az idén már befizetett adó összege és számla egyenleg is fel van rajta tüntetve. Természetesen azért szeptember végéig türelemmel leszünk, de ezt követően sajnos meg kell indítanunk a végrehajtási eljárást azokkal szemben, akik nem tettek eleget az adófizetési kötelezettségüknek. Ehhez kapcsolódóan értesítést is tartalmaz a küldemény, hiszen minden további értesítés nélkül jogosult az adóhatóság megindítani a végrehajtási eljárást hívta fel rá a figyelmet a Kalocsai önkormányzat adócsoportjának vezetője.